Posledný augustový víkend to v našom meste naozaj žilo. Tohtoročný Moldavský festival kultúry a športu ponúkol pestrú škálu programov. V piatok boli špeciálne atrakcie a programy venované deťom. Rozprávkový chodníček v hale K5 organizovalo Centrum voľného času Cvrček. Zaujímavá bola aj výstava s názvom Tajomstvo prírody, ktorá sa uskutočnila v galérii. Vernisáž sa zamerala na globálny problém v prírode. Nechýbala aktivita, v ktorej bolo potrebné tipovať, čo sa môže nachádzať v prírode ako odpad, a to všetko v interaktívnej a ekologickej podobe. V sobotu sa na miestnom trhovisku konal farmársky a remeselnícky trh, na ktorom svoje výrobky predávalo 19 regionálnych výrobcov a pestovateľov. V nedalekom inkubátore mali návštevníci možnosť zhliadnuť aj etnografickú trojvýstavu o modrotlači, o vytkávaných vzoroch z Abova a viac ako 200 prác autorov súťaže Suveníry z modrotlačov. Pohár vodvy sa niesol v tradičnom duchu a zúčastnilo sa na ňom aj napriek prísnym pandemickým podmienkam 164 športovcov, bežcov, cyklistov a korčuliarov. Výsledky vo všetkých kategóriách sú zverejnené na stránke pohar.sk. Športovci mali počas festivalu viacero možností, ako si zašportovať, či už na tenisovom turnaji v areáli EcoInvent, kde hlavnú cenu získala dvojica Ján Janičko a William Sanislo. Na futbalovom štadióne si sily zmerali mládežnícke týmy 13 až 15 ročných nádejných futbalistov. V sobotu po obede program pokračoval vystúpením freestyleovej skupiny v amfiteátri. Do nášho mesta znovu zavítalo aj tanečné divadlo If You See Back. Najväčšiemu záujmu sa tešili vystúpenia známych umelcov slovenskej a maďarskej popovej scény. Koncert Dantal Dimei a Tomáša Buranovského v amfiteátri vykúzlil skvelú atmosféru a v chladnom počasí zahrial publikum. Ez már a harmadik koncertünk itt Szepsiben, ha jól számolok, és hát nem véletlenül, hiszen mindig nagyon-nagyon csodás közönség vár minket, úgyhogy öröm volt visszajönni, főleg egy ilyen nagy kihagyás után tényleg jó volt az, hogy mondhatni, ismerős közönséghez jövünk, hazajövünk, most már én is mondhatom, hogy hazajövök ide, úgyhogy fantasztikus élmény volt, nagyon jól éreztük magunkat a színpadon, és bízunk benne, hogy a közönség is így volt ezzel. Az itteni közönség, mint mondjuk a magyarországi, vagy milyen fellépni itt Külhonban, a határon túl, hogyha így mondhatjuk, ugye te is erdélyi vagy, gondolom ez egy kicsikét mindig más élmény számodra. Igen, talán azt lehet mondani, hogy egy picit más, de igazából minden közönség, minden koncerten más, tehát hogy igazából egy néző közönséget se lehet összehasonlítani, hiszen mindig más energiák mozognak egyébként bennünk is, a közönségben is, de egyébként mindenféleképpen nagyon-nagyon megtisztelő, hogy határon túl is elhívnak minket, és itt is hallgatják a dalainkat, és kíváncsiak ránk, úgyhogy mi büszkén jövünk ide is, Felvidékre, Erdélybe is, és mindenhova. Igazság szerint nekem minden alkalommal nagyon-nagyon jó hazajönni, nyilván azért az embernek megdobban a szíve már akkor, amikor ezt a vidéket látja. Tehát, így fellépni pedig különösen, hát azért azt meg kell, hogy mondjam, hogy régi vágyam volt azért itthon úgy fellépni, hogy ez egy saját produkcióval, mert bár, ha jól emlékszem, korábban a Fiesta zenekarral volt már itt fellépésem, illetve a Péli Barnával, a Galambos Donyával, tehát egyszer-kétszer volt fellépésem Szefcsében, de azért ez mégis valahogy a saját gyermekem, tehát a saját dalaink, saját szövegeink, és egyébként az előző kérdéshez még egy kicsit így hozzátév, hogy egyébként akár határon túlra, vagy akár Magyarországra menjünk fellépni, ugye mindig fontosnak tartjuk azt, hogy a mi dalaink azok mindig magyarul szólnak. Tehát igazából azért is nem használunk más nyelvet, hiszen mi a magyar rakú közönségnek szoktunk énekelni, legyen az akárhol, igazából a világ bármely táján, úgyhogy visszatérve az eredeti kérdésre, nagyon-nagyon jó érzés. Ment a tímére, mi csak erre jöttünk mostan este. Igen, nagyon szépen énekel. Elmondod nekünk, hogy kivel érkeztél ide? Anyával, apával, kis testvéremmel és a nagyikámmal. Hogy érzed most itt magad? Jól. Mit csináltatok eddig? Meséld el nekem. Voltunk a csúszdás ugrálóvárba, futosgáltunk, most éppen másztunk a rúdron.
V nedeľu do obeda sa konala už tradičná ekumenická bohoslužba. Počas celého víkendu sa deti mohli vyšantiť na nafukovacích hradoch a v nedeľu po obede aj súťažiť so 6 maskotmi v amfiteátri. Na festivale sa samozrejme v kultúrnej produkcii predstavili aj domáci. Vystúpili žiaci moldavských škôl a následne kapely Mona Lisa Smile, LGT Projekt Zenekar a Tulele Zenekar. Bolo ocenených aj 15 družstiev, ktoré sa zapojili do kampane Vyčistíme si Moldavu. Vyvrcholením festivalu bol koncert kapely Peter Bič Projekt. Bolo to fantastické, ľudia boli úžasní, strašne sme si to užili a veľmi radi sa sem vrátime. Nevedeli sme sa dočkať toho, kedy konečne budeme môcť hrať a ja osobne za seba musím povedať, že po tej dlhej dobe som mala aj trošku tremu, že ako to vypáli, či prídu ľudia na koncerty, či neprídu a sme nadšení, pretože ľudia chodia, chcú sa baviť a bavia sa na našich koncertoch a je vždycky skvelá atmosféra. Tak, ako bola aj dnes a sme veľmi radi, že ľudia prišli aj napriek takému chladnému počasiu. Strašne vás máme rádi, strašne si to s vami užívame na koncertoch. Užívajte si život aj vy, počúvajte skvelú muziku, počúvajte aj slovenskú muziku a hlavne sa bavte a neriešte nič. Ako sa vám páči dnešný koncert? Veľmi dobré, konečne sa niečo deje a konečne aj tu v našom meste to žije. Tak sme s cerkou prišli a podľa mňa sa aj jej páčilo, aj mne, takže bolo to super. Ešte ste sa zúčastnili aj na iných programoch tento víkend? Boli sme aj včera, aj dneska. Dneska bolo chladnejšie, takže viackrát sme odbehli domov, keďže bývame blízučko, ale bolo super, super zorganizované. Som sa bavila s mamkou a bola som na trambolíne a no, skáchala som v hrade a cukorvatu som jedla. Páčil dnešný koncert? Veľmi bolo dobre. Páčilo sa mi to. Ako ste sa tu dnes cítili na tom dnešnom koncerte? Výborne som sa cítila, lebo koncert bol super. Počasie celkom vyšlo, takže super. A na tombolu sa tešíte? Teším sa veľmi, len nemám lístok, lebo už sa na mňa ušiel, takže asi nevyhráme, ale držím palce všetkým. Mimoriadne pozitívny bol záver festivalu najmä pre 54 výhercov tomboli, ktorí sa potešili z hodnotných finančných a vecných darov, ktoré darovali miestni sponzori.